Ádám, a Baponyi túránk óta eltelt lassan 2 év. És amikor terveztük ezt a pilisi túrát, ugye megint felhívták, hogy Ádám, el kéne jönni, hozni kéne a Defendert is erre a pilisi túrára. Megint első szóra eljöttél. Mi ennek az oka? De igen, azért, mert semmi nem változott 2 éve, szóval, hogy igen, barátok vagyunk, és nagy örömmel jövünk és túrázunk veletek együtt, és veszünk részt ebbe, mert ez nem csak a műsor készítése nagyon jó, hanem tényleg a hangulat maga. Igen, mert amit a nézők nem látnak, amikor este már lepihenünk, beszélgetünk, evőkannállal leszük a bográcsból a hideg pörköltet, mint hogy a barátság. Van ilyen. De ez az egyik, a másik az, hogy tényleg vannak az ember életében ilyen nagyon szeretett tájak. Az egyik a Bakony mondjuk, és akkor a pilisi parkerdő területe az nekem egy nagyon a szívem közepén van. Szóval azért a Pilis maga egy csodálatos hely. Igen, és főleg, hogy közel van a városhoz, akár egy napra is ki lehet ugrani, és valahogy ez a parkerdő ilyen, tényleg ez a jó kifejezés rá, egy parkerdő. Balázsral hogy volt ez, hogy szóltál a Balázsnak és hozta ezt a ponyvás Defendert, tehát ami annyira tetszik, hogy valami fájdalom, hát abban aztán tényleg nem kellett. Teljesen véletlenül ugye összetalálkoztam a Balázsnál, voltam vendégségben egy ilyen rövid kis látogatással, igen, itt balra megyünk, és így hirtelen eszembe jutott, hogy hát mi megbeszéltük, hát, hogy ide majd jövünk. Balázs nincs kedved eljönni, és a Balázs ugyanúgy, mint én, nem kérdezte, hogy pontosan hova, mikor, merre, meddig, egyenesen igen. És mondta, hogy igen. De mondom, Balázs, ez 3 nap itt tart. Igen. 3 nap, 38 fok van. Igen. Lassítsunk, mert ő a mi emberünk. Hát jó reggel kívánok! Elég jöttél, vagy csak jöttél? Elég jöttem. Elindultunk már időben. Megteszed, hogy mögöttünk jövősz, mert hogy forgatunk? Jó. Errefele megyünk, azt mondta az Ádám, hogy ő tudja az utat, merre van. De megint komolyan mondom, tényleg egy erdőgazdaság Skodával, hát ez rémre a borzalom. Úgyhogy csak utánunk jöhetsz. Nem lesz. Átjöttünk Klaston pusztára, tulajdonképpen a Pilisnek a másik oldalára, mégpedig annak okán, hogy itt aztán jelentős páros emlékek vannak. Így van, valahogy az erdő mindannyiunkat vonz egy kicsit, ez a misztikusság úgy tűnik, hogy már eleinket is megérintette, és az esztergomi származású Özséb kanonok volt az, aki 1250 környékén az itt a barlangban, az erdőben élő remedéket összegyűjtötte, és belőlük megalkotta az egyetlen mai napig működő férfi szerzetes rendet, a pálosoknak a rendjét. És hát olyan 1250 körül épülhetett itt Kesztölcön Klaston pusztán a Szent Kereszt tiszteletére egy kolostor, illetve egy kápolna, ami aztán később kolostorrá nőtte ki magát. Egyébként az 1308-as szám az arra utal, hogy Budaszentlőrincen pedig akkor alakult meg a pálosoknak a központja, ami egyébként szintén a Pilisi parkerdő területén található, hogy nem, ott van mellette egy erdészetünk, a budapesti erdészet, és azért ezeket az emlékeket, ezeket a történelmi emlékeket mi nagyon nagy bencsben tartjuk, hiszen ezek is most már az erdő részei. Nézzük meg a templomromat. Lépjünk beljebb. Ahogy bejövünk itt, az ősiség mellett van egy modernitás is. Pálos remeték útja. Mi ez az oszlop és mit tud ez az oszlop? Ez egy elég friss oszlop, méghozzá ez a tavalyi évben került ide. A pálosok egyfajta tematikus útvonalat jelöltek ki itt a Pilisi parkerdő területén, amiben mi azért bőszen együttműködtünk velük, már elég régi ez az együttműködés a szerzetes renddel. És ennek a fejlesztésnek a keretében egy ilyen remeték útja került kijelölésre itt a parkerdő területén. Itt látszanak ugye az egyes útvonalak, és ez egy mondjuk úgy, hogy interaktív ösvény.
ez annyit jelent, hogy itt van egy QR kód, amit hogyha telefonnal beolvasunk, akkor tovább információt hozunk. Már akinek van okos telefonja, olvassuk be, nézzük meg, milyen információ. Ugye ez most már a 21. század, és a fiatalokat úgy lehet legjobban megfogni, hogyha van valami, amihez kütyük el. Igen, én ezt úgy hívom, hogy tapogatós telefon, de hát nézzük tapogassuk meg le a QR kódot. Egyébként ugyanezt az oszlopot láttuk fönt a kunyhónál is, ahol a fiatal kollégáddal találkoztunk. Így van, ugye megpróbáljunk beexponálni. Sikerült. Betölti a telefon a programot. És ugye ebben, mintha lenne valamilyen hangos verzió. Van ugye egy leírás, és egy rövid szöveges részen meg lehet hallgatni. De aranyos élén harang. Ez a Pilisi Pálos utak egyike, a Remeték útja. Az út a Pálos rend kolostorait, történelmi és kulturális emlékeit, máig élő hagyományvilágát mutatja be, közelebb hozva a szerzetesi élet lelkiségét, a Fehér Barátok nyomában, egy lelki ösvényen át. Nagyon szép. Hívunk, hogy... Nagyon jó, és ezt ha valaki szépen végighallgatja, akkor képbe kerül ebben az egész témakörben. Igen, abszolút, tehát, hogy van olvasni való, van hallgatni való, és itt van nézni való és is. Van nézni való is. Gyere, nézzük meg a nézni valókat, hiszen ez már egy csak tényleg azért is, mert ez a tatárjárás után kezdett kialakulni, tehát egy nagyon szegény időszakban készült el ez a és ennek dacára. Így van. Úgy tudom, hogy ez egy felszentelt terület, és itt zajlik misézés, zarándokhely, emlékhely, tehát ez egy működő, élő, vallási igen, hely. Igen, továbbra is tartanak miséket. Időként valamit fedett, valamit pedig ugye szabad éj alatt mellett megtenni. Egyébként a helynek az érdekessége, hogy annak idején itt temették el a rendnek az alapítóját, Özsébet, illetve még másik két vezető emberét, Benedeket és Istvánt. Sőt, az egyes legendák szerint Gertrudist, a Bánkbánból ismerős a név, állítólag őt is ide temették el, de aztán a történeti kutatások ezt cáfolják, és azt mondják, hogy nem is itt, hanem Piri-Szentkereszt határában, hogy itt a Santa Crux, a Szent Kereszt egy kicsit ugye összemosódik, hogy ott van egy ciszterci kolostorom, na állítólag ott nyugszik egykori királynénk. Ez akkor egy legendás terület. A Pilis az tele van legendákkal, és tele van olyan helyekkel, amik megfognak minket itt az erdőben. Nyilván parkerdős emberként, alkalmazottként, erdészként pedig azon dolgozunk, hogy ez a környezet ez továbbra is itt maradjon, fennmaradjon. Úgy tudom, hogy itt a környéken rengeteg barlang van, és ezek is kötődnek a pálosokhoz. Abszolút, mert ugye Özséb ezekben a barlangokban élő remetéket gyűjtötte össze, és kovácsolt őket egy rendé. Itt nem sokkal fölgörültünk a legény barlang, illetve leány barlang, az, ami őrzi ennek a nyomait. Akkor azt mi lehet, hogy már nélküled azért még meg fogjuk kukucskálni ezt a barlangot, meg tudjuk azt találni? Abszolút. Elindultok abba az irányba, leánybarlang, leánybarlang, térkép, applikáció, bármi a rendelkezésetek. Maradjunk inkább a térképnél, nincs applikáció, térkép alapján megtaláljuk. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Köszönöm szépen. Szervusz. Gyere, ballagjunk vissza. Na, megpróbáljuk megkeresni ezt a barlangot? Meg, Ádám. Megkeresik a barlangot. Kicsit eltévedtünk, de jó helyen vagyunk. Elmegyünk balra. Szerintem ez a kereszteződés, az itt megy. Piros? Melyik a piros? Van a fáj, egy piros. Az jó. Az itt balra. Akkor itt kell mennünk. Ezen kellett volna jönnünk. Igen. Ezen megyünk föl a templom felé. Templom a barlang felé. Itt a piros. Hol a piros? Ez itt. Most. Ez itt van a piros. Itt a piros. Te telefonon nézed át? Telefon, igen. Az lefényképezik. A térképezik. A térképezik. Nézzük a telefonon. És itt lesz jobbra. Hát meg lett a barlang. Meg lett a barlang. Így van. Menjünk. Összegyűjtjük a stábot. Látunk, direkt rámentél egy sziklára. Figyelj, csak akartam mutatni, hogy ha rámész a sziklára, akkor az a magasabb lesz a kocsinak a hasmagassága, és biztosan nem sérül az autónak az alja. Na gyere, Balázs, keressük meg ezt a barlangot. Igazán megérdemled most már itt, hogy autózol velünk most már két napja. Akkor azt jelenti, hogy itt fogunk aludni? Hát a barlangban nem, de nézd, itt is van egy ilyen pálos
út, páros remeték útja, amelyhez van egy telefonos applikáció is, ezt néztük meg most itt az előző helyszínünkön. Közelből jött is sós. Bizony, az rendesen megépített. De hol lehet maga a barlang? Na várjál, nézzük meg a tájékoztató táblát, mit ír. Lány és legény barlang. Teljesen egyértelmű, hogy itt van. Egyértelmű, hogy arra van fölfelé? Na menjünk. Arra is lesz. És tesz, menjünk erre. Most itt a barlangban megint szerencsére történt. Andris operatőr kollégám most barlangnéző emberré vált, föltúráztunk ide. Andris, azt mondtad nekem, hogy ti itt valamikor aludtatok egy 10 éve ebben a barlangban. Hogy is volt az? Igen, körülbelül 10 éve, és én is csak a fölfele jövő ösvényről ismertem meg, hogy nekem talán ez a rész ismerős. Ugye egyébként most nem messze vagyunk a Pálosrend kolostor romjaitól, ahol az előbb forgattunk, és itt a felfelé jövő ösvényen mondom, mintha ismerős lenne. 10 évvel ezelőtt a gyerekkori cimboráimmal jártunk erre, és akkor úgy terveztük, hogy egy Pilis-Börzsöny-Cserhát túrát csinálunk, és vonattal Pilis Csabán leszálltunk, és kicsit lassabban haladtunk, illetve délután indultunk, és itt ért minket az éjszaka. És gyakorlatilag most így, itt, hogy itt állunk a barlangban, most megismerem ezt a helyszínt, hogy ez volt akkor az éjjeli menedékünk egy 10 évvel ezelőtt. Ez abszolút nyár volt. Nyár. Igen. Úgyhogy abszolút a nyári időszakra időzítettük. Ami túrázás szempontjából ugye 30 fokban is már azért meleg tud lenni, de itt az, a barlang az estére azért kellemes hűvöset adott. És egyébként emlékszem, hogy itt akkor korábbi túrázók is egyébként itt a sziklavájatokban is itt elrejtettek serpenyőket korábban, meg volt egy tűzrakóhely kialakítva, de igen, mások ugyanúgy gondoltak az utánuk lévőkre, hogy esetleg, ha őket itt éri az éjszak, akkor egy vacsorát meg lehessen sütni. Mi eddig tudtunk eljönni, itt van egy kis ajtó, gondolom a barlangászok használják kutatás céljával, és itt van egy kicsi légrés, szabályosan lehet érezni azt a hűvöset, ami ebből a felszín alatt lévő barlangból tör fel. Valahogy ott még az is nem hab kívánsz fűsörni, mert kint 36 fok van. Hát igen, itt sokkal kellemesebb. Balázs, te most abban a furcsa helyzetben vagy, hogy nem vezeted a saját Land Roveredet, hanem az Ádáméban ülsz. De megszoktam, volt már ilyen számtalan szó. Mióta ismered az Ádámot? Hol ismertetted? Ádámot 92 elején ismertem meg. Akkor toboroztak embereket a Kemeltrofiran, Dél-Amerikában volt, és ott a selejtezőn találkoztunk először. És ugye tudni kell rólad, hogy annyira jól teljesítettek a selejtezőn, hogy végül is ti ketten jutottatok ki a Kemeltrofiran. Igen, az egy nagyon klassz, az legalább akkora élmény volt, mint maga az esemény, azok a selejtezők. De Magyarország először vett részt ezen a nagy mérettetésen, így aztán nekünk kicsit hosszabbra sikerült a selejtező, úgyhogy közel egy éves selejtező volt felkészítéssel együtt mindent. Nem erre kell menni, vagy mi volt ez? Eltévedtünk? Nem, erre jött a kolléga szerintem. Na, Ádám mondta, hogy közben a feldühödött autósok mögöttünk vannak. Okozunk egy kis torlódást, majd elengedjük őket, ahol lehet. És azóta megmaradt a barátság? Azóta teljesen igen. A selejtező vége felé már éreztük, hogy mi ketten, sőt nem éreztük, eldöntöttük, hogy mi ketten fogunk kimenni, mivel tudva levő volt, hogy két ember indul ezen a megmérettetésen, így aztán elég gyorsan eldöntöttük, hogy mi ketten leszünk azok, akiket kiválasztanak. Na most, hogy keveredtél te ide a hazahúzó forgatására a te ponyvás autóddal? Hát az Ádám mondta, hogy van egy ilyen esemény, van-e kedvem jönni, és mondtam, hogy persze, úgyis régen autóztam, már épp ideje volt kicsit kimondani. És csak így mondtad, hogy hipp és hopp és eljött. Ahogy mondtam. De milyen érdekes az, hogy az embereket egy adott típusú, adott járműnek a szeretete is hogy össze tud hozni. Ugye ezt ismerjük, azért vannak márkabarátok, akik márkatársak, vagy ugyanan típusú autóval vannak, összejönnek, beszélgetnek, de ezek a Defender, ez a régi 110-es kocka Land Rover, ez valahogy ezben is egy különleges státusz foglal el, nem? Első mondatom az, hogy eszedbe ne jusson, Land Rovert ne vegyél, Defendert ne vegyél, koszos, büdös, hangos, lassú, minden, amit rossz el lehet mondani, hogy autóra, ez mindig az. Viszont
nincs még egy autó, amit ennyire lehetne szeretni. Én szerelmes vagyok a Defenderbe. Amikor beleültem, akkor elhatároztam, hogy nekem ilyen autóm lesz. És én úgy gondolom, hogy az utolsó utamban is egy ilyen fog elkísérni. Ennyire? Ennyire mély a kötődése? Nekem teljes mértékig. Úgy gondolom, hogy ez az az autó, amit borzasztóan lehet szeretni a saját hibáival együtt. Jó a lengésülapító? Jó. Úgy hívják, hogy jobb oldalon, hogy ortó. Azért ide már valóban terepjáró kell, ilyen 30-40 cm mély borhos, vízmosás defekt csináló. Ha minek kell menni Baranyába összesározni a kocsit, hiszen itt is meg tudjuk azt csinálni. Hol esik, hol nem. Micsoda legendákkal futunk mi itt össze. Ezek ismerősök? Hát ezek ismerősök. Álljunk meg Ádám azonnal. Mindig összefutunk valami ismerősökkel. Hát ez ilyen. Imre, csak nem hősöltek itt a több száz éves tők valamit. De hősöltek. Egy zöld autó. Szia. Na, tessék, te is megjelentél. Egy év után megjelentél megint. Szervusz, szia, szia. Most azt áruld, hogy mi a figyfenét kerestek itt a reketjében a Búzaföldön, egy óriási öreg, gyönyörű tölgyfalat. Kihoztam az öreget, mert kitalálta, hogy menjünk együtt versenyezzünk a Hungarian Baha. Hát, hol akartok versenyezni? Te is elmúltál 70 éves, gyabrók hát a pont mester ezért, is. Pont ezért. Még mielőtt lenyugszik a nap, előtte még azért versenyzünk. Oda pirítotok a fiataloknak? Hát azért azt nem olyan az autó, de azért kategóriánkban remélem, hogy pódiumon leszünk. De tényleg mit kerestek itt? Hát itt pihenünk, itt vannak jó földutak, és itt gyakorolunk. És itt csapatok, itt tesztelitek az autót. Igen. És te leszel a navigátor, a gyabronkban mester, meg a sofőr. Ő tanít engemet egy kicsit, mert azért még gyakorolnom kell a vezetést. Ezt te jól meggondoltad, hogy az Imrét alkalmazott navigátor? Igen. Meg nagyon jó oktató az az igazság, és még csak 49 éve ülök versenyautóba, hát valamit csak még hozzá tud tenni. Nem olyan pick-upos, hanem ilyen versenyautó kinézete van. És hogy... itt teszitek tönkre ezeken a rossz földutakon, ahelyett, hogy a versenypályán bizonyítanátok? Hát ki kell próbálni, mielőtt megyünk. Egyrészt egymást is ki kell próbáljuk, mi még nem ültünk együtt egymás mellett. Nem ültetek mellett, még nem együtt? Nem ültünk. Az lesz viszont a tűzkeresség a Baha Hungária? Így van. Hú, világkupa. Hát meg itt még egy-két út azért még itt lesz. Az bánya, itt ti csináltátok azokat a hatalmas sineket, amiken alig bírtunk átjönni, ez a 40 cm. Hát ekkora kerekekkel meg lehet csinálni. Így van. De Imre, hát jó bírja az autó. Hallgassuk meg a hangját, az úgy mindent elárul egy versenyautóra. Be tudjátok röccenteni? Be tudod indítani? Ő a főszerelő. Jó, a főszerelő urat nézzük meg, is. Hogy beindítja. Elgurul. Tudom. Hopp. Bocsánat. Ne legyen sebességbe, Imre, mert futhatunk utána. Van hangja? Van. Van nálatok, hogy valaki idősebb szerintetek a vezetőben? Szerintem nincsenek ebben. Nincsenek 70 pluszosok. Mi szeretnénk, hogy azért felfigyeljenek ránk, hogy mint 70 pluszosok, így azért lássák, hogy még mi is tudunk valamit. Azt meséljétek el nekem, hogy ti nem szerettek otthon lenni? Le akartok lépni az asszonyoktól? Hát igazából szerintem minden férfi le akar picit lépni. Fú, de hogy szidnak minket most a nők. Na most az az igazság, hogy mivel mi kocsmában nem szeretünk járni, mert ugye oda járnak a férjek, hát akkor ide bevegyük autókázni. Egy kicsit. Hány napra mentek el erre a versenyre? Hát a 4 nap. 4 nap habzsidőzi, autózás, mosoly. Buli. És ti lesztek csajok. A rangidőső korban. A két 70 pluszos barátunk a lassan jár tovább érsz tematikát alkalmazva a 460 kilométeres távú Hungarian Baha tereprali versenyen a kategóriájában az első helyen végzett. Nézegettük a térképet, kerestünk egy kávézót is, de sajnos a kávézó valamilyen, nem tudjuk milyen okból, keddi napon be volt zárva. De mi nem jövünk zavarba, mégpedig azért nem jövünk zavarba, mert Ádámnál az őt autójában mindig van tábori kávéfőzőkészlet. És ez a gázzsámoly, ez az ultramodern? Hát csalódtam benned, hogy ilyen modern gázzsámolyod van. Hát jó, hát muszáj.
ezt bármit. Mikor vetetted be utoljára ezt a gázfőzőt? Hát ezt szerintem húsvétkor Erdélybe, a Madarasi Hargita tetején. Akkor ez egy bejáratott gázfőző. Gyufa van-e nálunk, gyerekek? Akkor most szerintem nálam van. Nem mondod, hogy piezo, atommodern? Figyelj, kapcsoljuk, hogy a gáz, mert így nem sziszeg. Aha. Bekapcsoljuk. Visszacsukod. És piezós. Ez az űrtechnológia. És nem fog bezuhanni, mert kicsi a kávéfőző, és messze vannak azok a tartókák. Vannak problémák, amiket áthidalunk. Tehát oda bele egy áthidaljuk. Így. Ha kell, akkor kézzel lábbal tart. De jó, hogy be volt zárva te ez a kávézó, itt kezdtölt fölött. Jól van. Mondtam, hogy kinyitjuk, hogy lássuk, hogy mi történik. Jó. Nagyon jó. Cukor is van, bögre is van. Ki kér kávé, gyerekek? Hányan vagyunk? Balázs, te kávézol, nem? Balázs kávézik, Ádám nyilván kávézol. Otto is kávézik egyet, úgyhogy kávézni fogunk. Tábori kávé, tábori asztalon, tábori gáz közül. Jó, Andriskám, te is kértél kávét? De várjál, hogy nincs poharad. Hol van? Nekem, hogy nem. Akkor majd szerezzünk poharat. Na jó van. Csanakot is hozunk. És így van, csanakot is hozunk, most már legalább tudjuk, hogy micsoda Tóni bátyám elmondta. Na és akkor szögráljuk a főzőt, hogy mikor jön le a kávé. Szerintem egy pár perc is meg lesz a kávénk. Na, elkészült a kávé, lejött. Közben itt már bőszen nekiálltunk beszélgetni, mindenki sztorizik, mindenki mindent mesél. De Ádám, én ezt nem hiszem, hogy ezt a kávéfőzőt te használtad, tehát ez tök új még. Hát ez így el van takarítva. De akkor az autó miért nem ilyen? Mert ezt a kedves feleségem takarítja. Ja, az. Kettő között a különbség. Én nekem most egy picit kérdezik. Nekem is csak egy olyan pár kortya, csak egy olyan másfél újnyit kérnék szépen. Én csak ennyit, aztán... Még mindig összeszmerőbb a főző, viszont szépen dolgozom. Ádám, ez nagy királyság, hogy te hoztál ilyen úti kávéfőzőt. Hogy ezt mi nem csináltuk meg hamarabb? Tessék, az is még a tiéd. De miért? Hát mert ez így jön ki. Így. Kávé. Hányan szoktak itt horgászni nátok, akik utána leballagnak a pisztrányra? Hát hétvégén sokan. Általában. Sikeres a horgászat, mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy most ilyen nyári melegben azért nem olyan aktívak. Bocs, hogy nem nézek rá, csak kétségbe esett. Jó, én is közben úszózok. Csak annyit, hogy csak közben mutatom, hogy jó, lendítünk egy nagyobbat, hogy még messze van, tőlünk minél távolabb. Plutty! Ott is vannak, látod őket? Megvan! Jó, a következő instrukció, amikor örülünk, hogy megvan, akkor nem tépjük, hanem engedjük, hogy ússzon egy kicsit. Ja, még van, jó? És azon maradt még csali most szerinted? Azon rajta maradt. De jó. Amúgy nagyon drága a csonti, azzal horgászunk. Jó, a csonti rémesen drága, nem is azért, csak hogy ott van az éhes brigád. Nem adok többet. Jó? Na nézzük, hogy a csontilag mi a helyzet. Na, nem látom. Igen, amikor sűrűn dobáljuk be, az egyébként nem baj, mert a természetes tápláléka is általában innen a fára lesik be, és amikor mozog a víz teteje, akkor ők is mozdulnak. Van, ez, van, van rajta. Bedobom még. Nyugodtan. Elriasztottuk őket most, képzeld el, kirántottam a szájából a kukacot. Most ő elmeséli a többieknek. Elmesélte a többieknek. Ez nem olyan jó. Hogy lesz így Ádáméknak vacsorája? Ez valami borzasztó. Ajjaj. Ott van különben. Ott volt? Aha. Megmozgatta? Én meghúzta, szerintem így beszopogatta. Tudod a végét a horog alól. Na várjál, add vissza gyorsan, mert hát akkor most szerencsém lesz. Persze akkor a kamera nem forgott, amikor ezt a hatalmas pisztrángot sikerült megakasztani, de sikerült, és gyönyörű színe van, égszínkék zöldben és feketében játszik az oldala. Ezzel most leballagunk, és ez lesz Ádám pisztrángja, hogy ne halljon éhen, meg persze kapunk hozzá valami körítést is. Ádám meg lett a halott. Nagyon örülök neki, most tényleg megyünk. Megesszük, és már nagyon várom, mert tényleg nagyon éhes vagyok. Sietek is egy kicsit. Ügyes voltál egyébként. Kicsit köszönöm szépen. Kicsit sokáig tartott, de... Kicsit nem sikerült felvenni, de a kitartás meghozta a gyümölcsét.
Mit ajánlasz neki? Mit tegyünk? Szerintem pisztrángot mindenképpen kóstoljátok meg, a fokhagymásat azt nagyon ajánlom. Azon kívül a vadék közül a szarvast, mondjuk egy barna mártásos szarvas krokettel, azt is, és mondjuk egy készételekből pedig az őzet, egy ilyen gyöngyhagymás tarjás ragús őzet. Azt mindenképpen. Én a pisztrángot fogom választani. Akkor én a grillezett gomolyát. El is készült a hal. Fokhagymás pisztráng az nagyon jó választás, legközelebb azért kipróbálnám a békönöset is, vagy egy jó szarvas gombásat. Jó. Azt is ajánlom. Ja, a kollega által kifogott halhoz jó étvágyat. Anya, hogy a méretét nála lehet reklamálni, jó? Mindjárt megkóstoljuk akkor ott, hogy a hal azt imádja, kívánja a citromot, azért kapjon sok citromot. Na, hát jó étvágyat kívánok mindenkinek, hogy nézzük meg, hogy mit tud az Otto által kifogott hal. Még hasznosban megyünk? Bizony. Oké. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Nagyon jó. Jól fogod. Sült szarvas. Barna mártással. Áfonya lekvára, és egy kis krokettel. Hát erdő mellett akkor erdei étel, akkor egy jó vadétel. Ez egy házi grill gomolya, kedves ismerős készíti Bogdányban, úgyhogy általában nagyon sok olyan alapanyag van, amit a környékbeliektől vásárolunk. A grill gomolya is egy ilyen. Most már sok mindent megkóstoltatok. És mivel szépen mindent meg is ettetek, ezért most ehettek desszertet is. Ja, az nagyon jó lesz. Úgy, a desszerteknek mindig legyen helye, úgyhogy a desszertetek pedig füstölt pisztráng lesz. Nos, uraim, akkor a desszert. Na most jön nektek a desszert. Jó. Füstölt pisztráng. Mindenkinek akkor egy kis vonatot. Ezt így kell fölvágni. Azt tudni kell, igen, hogy elég egyszerűen leszedjük a bőrét nem fogyasztjuk el, jó? Mert a füstölés során egy csomó olyan károsanyag is van benne, hogy meg túl intenzív füstös íze van. Ugye a pisztrángot meleg füstölünk, megfüstöltük, és akkor adok nektek egy kis kóstolót. Jó, csak egy picit. Jó, persze. Igen, jó? És csak az a színe. És amit még érdemes tudni, hogy sültön is, hogyha eszünk, hogy a gerince mellől nagyon szépen le lehet úgy szépen. És ebben gyakorlatilag nincs is szálka. Nincs szálka. Ezt nyugodtan lehet enni. Még egy citromot még hagyjak mellé. Citromot, köszönöm, viszont. Jó, többieknek is citromotok van. Mint a persze. Egy citromot hagyjak neked mellé. Hal is jut. Egy pillanat. Figyeljetek, van még ez. Most már amit nagyon ide hoztál, azt meg kell kóstolni. Hát az tönkre megy, ami már itt kihűlt a füsttől. Na, majd én megkóstolom. Ez, ha minden jól ment, akkor szálkamentes, vagy ha van benne az olyan, hogy nyugodtan megvesztitek, jó? Oké. Hát igen. Ez egy igazi, pikáns, különleges desszert. Ide jövünk ide az árnyékba, ide jövök mellé. Ide följövünk egy picit közelebb. Jó napot kívánok! Isten hozott benneteket. Behúzzuk, egyetbe tesszük, meg kell lemenni. Kocsiér! Jaj! Ez az. Jó reggelt. Kalandos volt az út, de ezen tényleg katonai területes. Valóban, az az út, amin feljöttetek, azon egykor rakétaszállító nagy teherautók jártak és katonai járművek. Ugyanis most, ahol állunk a Pilistetőn, itt egykor egy rakétabázis működött. De nem is tudta, életemben. És innen védték Budapestnek a légterét, még hozzá rakétákat. 756 méter Pilistető, Boldog Özsér kilátó. Én szégyen szemre bekagyvajam, nem tudom, ki volt a Boldog Özsér, de ezt majd fönn megbeszéljük. Azt fönn megbeszéljük, egy páros ember szerzetes volt. Megint készültem. 756 méter, plusz még van rajta akkor egy geodéziatőr, ami 1976-ban létesült, és aztán ezt a parkerdő Koller József Ybl díjas építészmérnök terve alapján ide álmodta. Vágjunk neki a lépcsőnek, persze, úgyse fogunk tudni beszélgetni egy 5 percig, majd veszünk valahogy levegőt fönn.
hogy még van levegőn, kérdezted, hogy Boldog Józsiból nem tud sokat, igen. Vagy mondtad, hogy Boldog Józsiból nem tud sokat. Nem mondottam. Itt a kilátó egyes, hát kis pihenő részein azért van információ, elhelyeztünk egy-két táblát, itt például pont ugye Boldog Józsébet mutatjuk be az ide látogató közönségnek. Az a vagyon, amivel mi gazdálkodunk, ez a zöld vagyon, az valamikor 50-100-150 évvel ezelőtt került elültetésre. Igen, valamikor igen, még apáink, apáinak apái, és még folytatották a sort, ültették ezeket az erdőket. Mi most ezekkel gazdálkodunk, és nem a mának, hanem a jövőknek gazdálkodunk. A következő generációnak, gyermekeinknek, gyermekeink, gyermekeinek, és még folytathatnánk ugye a sort. Egy nagyon átfogó szemlélet kell ehhez, és a természetben, a természettel való együttélés. Most Piliszántó irányában nézünk, ott látod ugye a házakat, tehát az a Piliszántó település kevélyeknek az ülelésében. Ahogy pedig elnézünk ugye a távolabbra, a tiszta időben a Mátra vonulatai is láthatóak. És utána, ahogy szépen haladunk kelet felé, még jobban, ott már látszik a hármas határhegynek a vonulata. Látod rajta azt a szép nagy tornyot. Így van, innen is tökéletesen látszik. Az a rendőrségi adótorony, ott is van egyébként a Pilisi Parkerőnek egy kilátója. Hát hol is nektek kilátótok? Hát egyszer tele vagytok kilátó. Egyik leglátogatottabb helyszínünk egyébként, rengetegen mennek. Kilátóhegyek vannak. Covid idején rekordokat töltött ennek annak a kilátónak a látogatása, csak úgy, mint a Boldog-Őségbe így. Gyönyörűségesen szép, és most le fogom ellenőrizni távcsővel, hogy jól mondod, de nem mondja, csak hogy nagyon jó. Akkor még megyünk egy kicsit tovább, és akkor ott a Nagykovácsi és Telki között, ott a Pukli tetején látható a Csergezámpál kilátó, ahonnan remek kilátás van a Zsámbéki medencére. Ahogy itt viszont haladunk tovább, itt előttünk terül el a Vörösvári medence. És hogy nem, ott is van még egy kilátó. Az pedig, hát egykori kollégánkról, Dévényi Antalról kapta a nevét. Ezek kopárok voltak annak idején. És, úgy és most már, hogyha oda nézünk, minden zöld. Minden bub gyönyörű szép. Tehát ez is az erdészeknek a kezemunkájának köszönhető, hogy ott most nem egy kopár részt látunk, hanem egy gyönyörűen zölddel borított, egykor fenyvesek, most már lombos erdővé kezdjük őket átalakítani. Hip-hop 40-50 év és az erdészek megoldották. Így van. Ma már látom, itt van, aki vár bennünket, következő helyszínileg. Szerbusz, szia! Foglalj helyet itt a jobb egyben, szia! Sellár Otto, bocs, hogy így ülve a kocsival, de szia, majd Szente Gábor! Mivel készültél nekünk, merre mehetünk? Menjünk itt balra, és megmutatom nektek itt a pilistetői örökerdőket. Mit jelent pontosan ez a fogalom, hogy örökerdő? Az örökerdő az egy olyan fogalom, ami alatt több mindent értünk. Elsősorban egy erdőkép. Hogy néz ki az erdő? Van öreg fa, fiatal fa, óvodák, bölcsödés, meg normális. Így van, sokféle korú fa van viszonylag kicsi helyen egymás mellett, alatt, és egy ilyen állandó erdőképet mutat. Mindig vannak öregek, középkorúak, fiatalok, és maga az erdő gazdálkodás is kihasználja ezt. Itt egyenesen megyünk. És akkor enyhén jobbra, jó? Enyhén. Mert éppen csak, hogy látom azt a nyomot, ami valaki előttünk ide már bejött. Én nem titkolom, hogy előttetek én végigmentem ezen az úton, nehogy egy fa keresztbe dőlve akadályt képezzen. Így van. Bár ugye egy láncfűrész mindig be van dobva hátulra, hogyha ilyen helyzet van, akkor legyen probléma. És most elkezdtük azt egyenesen. Nyíl egyenesen, ez egy nyiladék. Ezen fogunk végigautózni. És amikor körülbelül 20-25 évvel ezelőtt úgy döntött a Pilisi Parkerdő, hogy nem vágja ki ismételten a 100 éves bükkfákat egyszerre, hanem egy olyan erdőművelési utat választunk, amikor szeretnénk fönntartani az idős fákból is valamennyit, és szeretnénk, hogyha elkezdődne egy korosztály szép húzás, hogy több korú fák jelenjenek meg a területen. Bocs, hogy a szabadvágom, de ez akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen az eredeti ősi állapot felé valami szolid visszatérés? Ez az erdőgazdálkodási módszer, ez modellezi
a természetes erdő folyamatokba. Itt kicsit jobbra tartva, figyeled, már ott látod is, hogy merre megy az ösvény. Kell egy kis fantázia az erdőben közlekedéshez, de... Úgy mondjuk a saját autómmal, nekem is lenne fantáziám, csak tudod, hogy Ádám... Igen. Nem akarok semmi balra. És akkor itt óvatosan balra tartva ereszkedünk lefelé. Én azt szoktam mondani, de csak a saját terepjárom alapján merített bátorságomból, hogy a terepjárót sosem a terep teszi tönkre, hanem a helytelenül megválasztott tempó. Azért hoztalak ide, mert egyrészt az út is nagyon vagány ide. Tényleg vagány volt. És az erdőkép, amit szeretnék megmutatni. Ez csodálatos egyszerűen. Itt azért gondoltam, hogy álljunk meg, mert itt meg tudom neked mutatni, hogy mi a különbség egy vágásos erdő és egy örök erdő képe között. Hát a vágásos erdőben nagyjából egykorú fák állnak egymás mellett, nagyjából egyforma vastagak, egyforma magasak. Ez a bükkösben jellemző, hogy nincs körülöttük olyan növényzet, mert annyira, zár, hogy kevés a fény, és nem sarjad az így van. Itt a fényért megy a verseny, viszont majd meg fogunk állni egy másik helyen, illetve a háttérben már látod azt, hogy ha több fény jut a talajra. Igen, ott már az ajnövi, a fiatal, úgy szoktuk hívni, egy kis babacsemege erdő, ami igen ifjú, ő is kapaszkodik fölfelé a fény. Mi ezt úgy mondjuk, hogy utánpótlás állomány. Hát azaz mondtam, babacsemege. Babacsemege. Hoztál-e már ki ide erre a kőre stábot? Stábot még nem hoztam, de akinek udvaroltam, azt kihoztam. És ő mit szólt ez a fantasztikus panorámához? Ilyen gyönyörűséges idő volt, mint ma? Azt kell mondjam neked, hogy ő korábban ismerte ezt a helyet, mint én. Az erdő a világ legnagyobb könyvtára. És hogyha csak sétálsz benne és csöndbe vagy, akkor is tanulsz. Bármennyiszer kimész. Ezt Madas László mondta. Képzeld el, én egy költőtől, nem is tudom, hogy elsütöttem-e már az adásban, vagy csak beszélgetés közben mondtam valamelyik erdész kollégának, valaki azt írta a versben, hogy a fák nem mások, mint égigérő nagy zöld virágok. És tényleg így is kell rájuk gondolni, és így is kell velük bánni. Így van, nagyon szépek, és minél jobban megismered őket, annál csodálatosabb világ tárul ki előtte. Filozofikus ez a szikla. Érdemes ide kiülni, kicsit elmerülkedni. Érdemes eljönni. Nézegessünk még egy picit csak így ki a fejünkből. Most, hogy így riport után itt másztunk fölfelé a hegyen, vissza az autóinkhoz, fölfedeztem néhány nagyon aranyos, apró erdei növénykét, amit én nagyon kedvelek. Lehet, hogy mások elgaloppoznak mellette hátizsákkal a hátukon, de itt látható a zuzmó. A zuzmó egy nagyon ősi növény, azt mondják a szakemberek, hogy 100 millió évek óta ugyanúgy néz ki. Gyönyörű színei vannak, ez például most éppen egy ilyen gyönyörű kékes színű, kékes-zöldes. Olyannyira szépek ezek a színek, hogy a modern világban már lefásolták a festékgyártó cégek, mert az emberek szeretik ezeket a természetes színeket. Alatta van a másik apró erdőlakó növény, amit sokan észesen vesznek, a moha. Pedig higgyék, ez gyönyörű, megsimogatja az ember, olyan, mint egy szőnyeg. És közben még itt mellettünk találtam egy nagyon pici páfrányt, és tulajdonképpen ebből a három kis növényképből akár egy mesekönyvet is lehetne írni, hiszen zuzmó és moha nincs, de moha és páfrány már volt a mesében. Tehát ezek olyan növények, amik még a meseírókat is megihlették. Nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad nekünk ezeket a gyönyörű helyeket, és hogy megtanítottad nekünk azt, hogy mit jelent az örök erdő. Nagyon szívesen, várunk titeket máskor is. Hú,
Hosszú és kalandos nap után megérkeztünk a Hofmann kunyhóhoz, ami nem is kunyhó, én majd meglátják a képeken, nem is tudom, miért nevezik ezt kunyhónak. Miért hívják ezt kunyhónak? Hát mert olyan messzire nyúló története van ennek 1800-as években, nem egy kunyhó, hanem egy gunyhó nevű menedék rönkházikó volt itt valamikor. Ami aztán az idők során átalakult munkahelyé, többek nem csak a turistáknak szolgálta, hanem a helyi erdőgazdaság, az erdészetnek a dolgozóit, a fogatosok itt laktak, a fogatok itt éltek, erdész lakott mindig bent, így aztán bővült, egyre nagyobb lett, és aztán a turisztika is még inkább utolérte, úgyhogy kinőtte magát egy nagyobb vendéglátóhelyé. A kunyhó átnemesült egy nagyon komoly vadászházzá, nagyon komoly vendéglátóhelyé. Beszélgettünk ma több kollégájával is, és többek között volt nyugdíjas is közöttük, és konstatáltuk ugye a beszélgetés előtt, hogy ön is már nyugdíjasként dolgozik még tovább, vagy nyugdíjasként segíti tovább itt az erdészet munkáját. Hogy van az, hogy ez a szakma, ez a mesterség, ez a hivatás ennyire beszippantja az embert? Hogy nem bírja abba hagyni? Hát, ahogy említi is, ez hivatás. Ez nem csak egy foglalkozás, egy munka, hanem egy életre szóló szenvedély. Szó szerint életre szóló, ami azzal, hogy eléri az ember a nyugdíjkorhatárt, azzal nem szűnik meg. És nem tud megválni az erdőtől és a vele járó feladatoktól. De hát részben nem olyan tempóban, meg nem olyan mennyiségben, mint amíg aktív volt az ember, de visszajár nyugdíjasként is dolgozni az erdőre. Nagyon hosszú és meleg napunk volt, itt van előttünk két pohár fröccs, ma már többet nem fogunk autóba ülni, nem vezetünk, úgyhogy ígyunk egy kortyot, hogy jobban pörögjön a nyelvünk egészségére, ezt gyorsan most iszunk egy picit. Hát ez egy csak egy ilyen meleg nap után tud ennyire jól esni az embernek. Milyen étel rotyog a bográsban? Hát én úgy gondolom, hogy itt a helyhez illően egy vadpörköltet próbáltunk alkotni. Hát a zsiráfot nem hallottuk, hogy lett volna most a boltban valahol egy zsiráf, de azért megoldottuk egy szarvassal és egy szarvas rész darabbal. Nézzük meg a pörköltet, hogy hogyan. Szerintem mozgassuk meg a bográcsot, jó? Nézzünk bele. Hozom a kóstoláshoz, keveréshez való eszközöket, mert készültem. Két kukszám is van ma. Hát kérem szépen, mi van? Megnézzük, hogy milyen állapotban van. A pöri. Egy kicsit megkeverjük, nehogy az alja lekozmálja, hogy odaégjen. És... Nagyon szép színe van szerintem, tettél bele paprikát is. Paprika is van benne, bár... Hogy csináljuk? Erről is lehet, arra is. Arról is lehet, erre is. Arról is lehet. Akkor én kóstoljam meg, jó? Megillatoljuk. Nagyon jó, van paprika is, már rendező paprika is? Itt úszik ott a zöld paprika benne, úgyhogy... Na, megkóstozzuk. Megfújjam, hogy lenne. Végessük a szánkat. Első próba. Egy picit még főnie kell még. Ugye, amiről beszéltünk, hogy ezt igen, nem éhesen idő kell hozzá. Idő kell hozzá, de időnk most már este van. Finom. Hadd puhuljon. Hadd puhuljon, etegessük alatta a tüzet. Hadd puhuljon. Úgyhogy. Ebből még lehető lesz. Hadd puhuljon. A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.